Na hát akkor üdvözlök mindenkit, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit. És hát ismételten elérkeztünk egy eléggé jó kis Skyblock update-hez, és az előző videóra 98 like jött, 98. Tehát az azért erős. Na most, hogy mit tartalmaz az update. Először is ugye volt a Thumbfact Spawner, a meta, hát az az Iron Golem volt. Ugye, hát arra írtam le így most a fejemből a leírást, a megfelelőt. Az új meta, ezt így most mondom, egy növény lesz, és zöld növény. Tehát maga a növény is zöld, és zöld a dropja is. Szóval, ja, és eléggé jó áron fog menni. Amit most tartalmaznak az update-ek, az igazából csak annyi, hogy rohadt gyorsan spawnolnak a falusik, és minden mob gyorsabban spawnol. Tehát sokkal gyorsabban, mint az előtt, mert most nem akar gyors lenni, de sokkal gyorsabb. Tehát igen. Igen, tehát látjátok, azért spawnol bőven. És akkor az Iron Golem az 3800 ért megy. Ugye itt most a képernyőn láthatjátok a mostani árakat, hogy melyik a top patch, stb. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy egyszer ezt ennyi az itt volt. És meg lett az új player rekord is, aminek szintén nagyon-nagyon örülök, szóval, ja. Srácok, igazából, hát nem is szeretném így nagyon húzni. Ugyanis most ez lett volna a fő dolog, hogy rohadt gyorsan spawnolnak a mobok. És annyi, hogyha még nem akarjátok folyamatosan újra kötögetni a hoppereket, akkor csináltok valami hasonló ládás megoldást, valami megpakolták cicca a devjék, és ja, csináltok valami hasonló ládás megoldást, és akkor nem lesz az, hogy nem bírják el a hopperek, meg hogy mindig újra kell kötögetni, hiszen ezek a hopperek ezek mind a ládába mennek, és ott meg folyamatosan megtelik, és adja tovább a másik arcade ládának, szóval ja. Tehát ez is szerintem egy jó megoldás arra, hogy nekem mindig kikötögetni a hoppereket. Szóval igen. Srácok, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot. Ismételten. Hát, már nem kérek semmit. Viszont lesz majd egy videó. És valószínű, hogy nálunk lesz Magyarország egyik legidebb Bed Wars szervere megtalálható. A videó kérek 50 lájkot, és ha meg lesz az 50 lájk, akkor jön a Bed Wars, és nyitjuk is meg. És a Bed Wars-ról még annyit kell tudni, hogy hát, hogy is mondjam, heti szinten érmenyeremény lesz, szóval eléggé durva. Tehát a top 3 Bed Wars-os egy héten, az fog kapni érmét. És eléggé jó lesz szerintem a Bed Wars szerverünk, szóval ja. Na, de én húzom tovább az időt, ha tetszett a videó, akkor 50 lájk. És iratkozzatok fel, mert nagyon sok feliratkozó is van már. Szóval, ja. Na, sziasztok!